Főbb híreink. A kormánypártok mindig is kiemelten foglalkoztak a nyugdíjasok helyzetével, mondta Nyitrai Zsolt a Heti TV Pirkadat című műsorában. Stop a kutyárak címmel tartott sajtótájékoztatót Kisteleken Bakos Bernadetta az LMP országgyűlési képviselője és Fehér Attila a párt Csongrád Csanád vármegyei elnöke. A Sabak Belbiztonsági Szolgálat és az izraeli védelmi erők 8 terrorista gyanús személyt tartóztattak le, akiket a minap elkövetett lövöldözős terror támadásokkal gyanúsítanak. Vlagyimir Putyin elnök nyitott volt és marad minden olyan kapcsolatfelvételre, amely segítheti Oroszországot biztonsági céljainak elérésében, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A kormánypártok mindig is kiemelten foglalkoztak a nyugdíjasok helyzetével, mondta Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a kiemelt társadalmi csoportokért felelős miniszterelnöki főtanácsadó a Heti TV Pirkadat című műsorában. Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor még ellenzéki politikusként kötött szövetséget a nyugdíjas szervezetekkel, megígérve azt, hogy a Fidesz-KDNP mindig is képviselni fogja a nyugdíjas társadalom érdekeit. Ez a szövetség ma is fennáll, tette hozzá Nyitrai Zsolt, hiszen Orbán Viktor vezette kabinet az ígéretéhez híven megőrizte a nyugdíjak értékét, és amikor a magyar gazdaság jól teljesített, nyugdíjprémiumot is fizettek az időseknek. Mindezek mellett a korábbi kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat is visszaadja. Így történt meg, hogy idén a nyugdíjasok egyrészt 15%-kal megemelt nyugdíjat kaptak, valamint az ugyanilyen mértékben emelt 13. havi nyugdíjat is megkapták. Nyitrai Zsolt beszélt a magyar gazdatársadalom ügyéről is, közel 500 000 emberről van szó, ezért is tartja fontosnak a kormány az Agrárkamara és a Magosz petíciós kezdeményezését, amelyet a hódmezővásárhelyi földadó bevezetése ellen indítottak. Felelőtlenség egy ilyen helyzetben földadót bevezetni, arról nem is beszélve, emelte ki a politikus, hogy ez a helyzet legvégül áremelkedéshez vezethet, amit szintén nem szabad megengedni. A magas szintű mindenki számára hozzáférhető, biztonságos betegellátás biztosításával indokolta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az országgyűlésben az orvoskamaráról szóló törvénymódosítást, amely a kötelező kamarai tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja. Takács Péter úgy fogalmazott azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, és ezzel a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestület jellegének alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait. Az államtitkár szerint a legsötétebb kommunista időket idézi az, hogy a kamara nyíltan fenyegeti azokat az orvosokat, akik nem osztják az elnökség véleményét, és részt vennének a területi ügyeleti ellátásban. Stop a kutyárak címmel tartott sajtótájékoztatót kedden Kisteleken Bakos Bernadetta, lehet más a politika országgyűlési képviselője, és Fehér Attila a párt Csongrád Csanád vármegyei elnöke. Fehér Attila arról beszélt, hogy a kisteleki önkormányzat sürgősséggel adott el földterületeket, melyekre egy 500 milliárdos beruházást terveztek. A politikus szerint a település polgármestere kénytelen volt bevallani, hogy akkumulátor alkatrészeket gyártó üzemet akarnak telepíteni a város közvetlen közelébe. Ezért az LMP írásbeli kérdéssel fordult Szijjártó Péter külügyminiszterhez, és azt kérdezik, igazak-e ezek a hírek. Bakos Bernadett kijelentette, elfogadhatatlan, hogy csak fél információkat lehet tudni a beruházásról, és arra kérte a polgármestert, hogy minél hamarabb tisztázza a kérdést. A pedagógusok szakszervezete üdvözli, hogy az alapvető jogok biztosa hivatalból átfogó vizsgálatot indított a gyermeki jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzéséért, közölte a szakszervezet, megjegyezve, Kozma Ákos tekintse át azt is, hogyan sérül a gyermekek oktatáshoz való joga. A PSZ a közleményében azt írta, az átfogó vizsgálat lehetőséget adna a múltbeli visszásságok feltárására. A szakszervezet azt javasolja, az alapvető jogok biztosa tekintse át, hogyan sérül a gyermekek oktatáshoz való joga amiatt, hogy egyes településeken évek óta nincs például matematikát, informatikát vagy nyelveket tanító pedagógus, nincs tornaterem, és egyes termekben 16 fokban ülnek a diákok. Külföldi híreink.
Folytatódik a terroristák utáni hajtóvadászat, akik Huvara mellett hétfőn pedig a Holt tenger északi részén hajtottak végre halálos támadásokat, valamint lövéseket adtak le egy izraeli járműre Migdalim közelében. Az izraeli védelmi erők, a rendőrség és a Sabak belbiztonsági szolgálat az üldözés részeként operatív hírszerzési erőfeszítéseket tesznek, valamint tekintettel a számos figyelmeztetésre, a további támadásokra intézkedéseket tesznek azok meghiúsítására. Emellett a biztonsági szervezetek fokozott készültségben vannak a további eszkalációtól való félelem miatt. A terrorhullám legutóbbi áldozata egy 27 éves izraeli-amerikai polgár, akit hétfőn terroristák agyonlőttek vezetés közben Jerikó közelében. A Sabak belbiztonsági szolgálat és az izraeli védelmi erők 8 terrorista gyanús személyt tartóztattak le, akiket terrortámadással gyanúsítanak. Letartóztatásuk közzététerét kedden engedélyezte a Sabak. A terrortámadáshoz használt fegyvereket szintén lefoglalták. A terrortámadásoknak nem volt sérültje. A Sabak szerint a gyanúsítottak kihallgatása során kiderült, Bilal Barghouti és Ahmed Aker résztvevője volt annak a támadásnak, melyet az izraeli védelmi erők csapatai ellen követtek el Nabi Saleh faluban decemberben és januárban, és Ravabi faluban február elején. Az ukrajnai háborúról, az illegális migrációról és magyar-egyiptomi kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Abdel Fattah egyiptomi elnök Kairóban, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Közölte, mindketten kiemelték, hogy Magyarország és Egyiptom államközi kapcsolatai már 95 évesek, és ez alatt soha nem volt olyan jó az együttműködés, mint az elmúlt esztendőkben. Orbán Viktor a találkozót követő nyilatkozatában elmondta, Magyarország nincs könnyű helyzetben, mert több veszéllyel is szembesül, és ezek közül első helyen az orosz-ukrán háború áll. A miniszterelnök aláhúzta, Magyarország a békében érdekelt. Mindent megteszünk azért, hogy a háborús eszkaláció veszélyét csökkentsük. Újabb veszélynek nevezte, hogy a világon összekapcsolódás helyett klikkesedés kezdődött, ami Magyarországnak és Közép-Európának is komoly veszteségeket okoz. A sajtófőnök tájékoztatása szerint a magyar miniszterelnök kifejezte háláját Egyiptomnak a migráció kérdésében. Kiemelte, Egyiptom erős bástyája az illegális migráció elleni védelmi vonalnak. Munkájáért Európa köszönettel, tisztelettel és támogatással tartozik, húzta alá. Vlagyimir Putyin elnök nyitott volt és marad minden olyan kapcsolatfelvételre, amely valamilyen módon segítheti Oroszországot biztonsági céljainak elérésében, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov egy terjedelmes interjúban a biztonsági koncepció változását sürgeti a nyugat részéről, a biztonság oszthatatlansága elvének elismerését, vagyis azt, hogy egy ország biztonsága nem szavatolható egy másik rovására. Nehezményezte, hogy a háborút megelőzően semmibe vették Moszkva Washingtonba, Brüsszelbe és Bécsbe eljuttatott biztonsági aggályait. Olaf Scholz, német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök tárgyalási készséget kifejező kijelentéseivel kapcsolatban azt mondta, a közelmúltban nem történt ilyen kezdeményezés. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a közvetítői potenciál egyszerűen megszűnik, ha valamelyik ország Ukrajna oldalán beleavatkozik a konfliktusba. Az orosz erők kedden ismét tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Herszon városára. A hatóságok eddigi értesülései szerint 2 civil meghalt a támadásban, közölte Andriy Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője. Az orosz támadás következtében egy családi ház összedőlt. Az ukrán vezérkar közlése szerint az elmúlt napban az orosz erők több mint 25 településre nyitottak tüzet a herszoni régióban, a Dnyeper folyó ukrán ellenőrzése alatt álló jobb partján, aminek következtében 3 helyi lakos sérült meg. Pavlo Kirienko, Donyeck megye kormányzója, arról adott hírt, hogy az orosz erők egy másik települést is tűz alá vettek kedre virradó éjjel, aminek következtében az ukrán katasztrófa védelem egy tagja életét vesztette, további 4 pedig megsebesült. Ez egy szándékos és cinikus csapás volt, nem a fegyveres erőkre, hanem azokra, akik a harci tevékenységek alatt is segítik a civilek túlélését, emelte ki a kormányzó. Az amerikai külügyminiszter kedden kiállt Kazahsztán szuverenitása és területi integritása mellett az óriási közép-ázsiai országban tett első látogatása során. Anthony Blinken a kazah fővárosban, Asztanában az 5 közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságba érkező hivatali kollégáival is tárgyal, 4 szemközt és plenáris ülésen egyaránt. Donald Low, az amerikai külügyminisztérium dél- és közép-ázsiával foglalkozó magasrangú illetékese a látogatás előtt újságíróknak nyilatkozva kijelentette,
Fő céljuk megmutatni, hogy az Egyesült Államok megbízható partner, és látjuk azokat a nehézségeket, amelyekkel ezek a gazdaságok szembesülnek. A magas élelmiszer és üzemanyagárakkal, a munkanélküliséggel, áruk kivitelének problémáival, a koronavírus járvány utáni lassú gazdasági újjáéledéssel és a nagyarányú oroszországi migrációval. A kazak külügyminiszterrel találkozva Blinken kijelentette, az Egyesült Államok eltökélten támogatja Kazaksztán szuverenitását és területi integritását. Ebben a különleges időszakban ezek a szavak a szokásosnál is nagyobb visszhangot kapnak, tette hozzá. Itt az ideje, hogy még a hiányzó tagországok is ratifikálják Finnország és Svédország NATO csatlakozását, és teljes mértékben befogadják az Észak-Atlanti Szövetségbe a két észak-európai országot, jelentette ki Jens Stoltenberg NATO főtitkár Helsinkiben, a ratifikációt még nem teljesítő Magyarországra és Törökországra utalva. Sanna Marin finn kormányfővel tartott közös sajtótájékoztató Jens Stoltenberg elmondta, a Törökországgal folytatott egyeztetéseken sikerült haladást elérni, és a jövő héten tárgyalást folytatnak majd Brüsszelben a török, a svéd és a finn kormány képviselői. A két észak-európai ország tavaly májusban adta be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz az ukrajnai háború kirobbanása után. A bővítéshez szükséges, hogy az összes tagállam ratifikálja a csatlakozást. Törökország a kezdetektől ellenezte a bővítést arra hivatkozva, hogy Svédország Ankara megítélése szerint kurd terroristáknak ad menedéket. Stoltenberg azt mondta, mindkét ország teljesítette már az Ankara által tavaly nyáron megszabott feltételeket. Híreinkről bővebben a BreyerPress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma mindenütt felszakadozik a felhőzet és napsütés várható. Este helyenként megerősödik majd a felhőzet, és kisebb esők is kialakulhatnak. A hőmérséklet 5 és 11 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk, viszontlátásra!